hatására. Nem, természetesen nem. Egyébként ez nem az én döntésem volt Isten igazából, hanem azoknak a döntése, akik engem erről megkérdeztek. És tudod... Mondhattad volna, hogy ez magánügy, nem tartozik senkiről sem. Nem, ezt én nem mondtam. Na, itt jön be az én szerepem ebben a dologba, hogy én azt mondtam akkor is annak, aki megkérdezett, hívjál fel holnap ugyanebben az időben, mondjuk 24 óra gondolkodási idő. Nem nekem kell a 24 óra gondolkodási idő, ha te fönntartod ezt a felkérést vagy ajánlatot holnap ilyenkor is, akkor is ugyanaz lesz a válaszom, hogy most, de azért gondold át alaposan. Megbántod? Mert az én válaszom erre csak igen lehet. Tehát, de megbántod? Nem. Tehát az ember vagy egyenesen él, és alapdolgokban nem kertel, és ebben az esetben, hogyha meglehetős széles körben ismert ember, úgy mondanám majdnem csak, hogy közszereplőt már akkor is, erről megkérdeznek engem, akkor nekem az a felelősségem, hogy egyenes emberként élek, egyenes emberként is válaszoljak. Tehát nincsen olyan válasz, hogy hát ez magánügy, hát erről ne, hát itt nincs sumákolás, akkor azt mondom el a témával kapcsolatban, amit fontosnak tartok, és elmondtam. De akkor az ember vállalja azt is be, mindazt, ami ezzel jár. Igen. Hát akkor... Most ez az, amit azért én nem tudhattam pontosan, hiszen akkor már 4-5 éve Amerikában éltem, tehát ezt kellett megítélnie igazából a másik félnek. Ő tudja azt, hogy ennek milyen... Nem a másik félnek, neked kellett volna megítélned. Igen? A másik felet. Hogy a másik fél fel tudja dolgozni ezt az információt, és ez hova Igen. vezet. Különösen, hogyha mondjuk okos embernek tartod magad. Ez, okosnak, vagy bizonyos szempontból ostobának? Hát nézd, én nem hiszem, hogy szégyellene kellene magát az embernek, hogyha az a vélemény, hogy igen, okos embernek tartom magamat. De én úgy érzem, hogy egy adott szempontból te egy öntött vas típusú kályha ember vagy. Tudod, azok milyenek? Keménynek látszanak, mint öntött vas. Valaki rejt... merev. Rájt egy kemény tárgyat, és a kályha megreped. Na most, hogyha a kályha megreped, a merev szerkezetet összeforrasztani már nem lehet. Igen, öntött vasat nem, de mi és mi a helyzet meleget, az acéllal? Meleget fog sugározni, de füstösset. És miért nem érezhetem én magam acélosnak, amit ugye megedzenek? Érezheted magad, de utána miért nem érzed jól magad a bőrödbe? Azért, mert akkor csak magamra vonatkoztatok, bár szerintem ez általánosságban is igaz, de oké, én úgy hiszem, és ez a meggyőződésem, hogy az, hogy az ember jól érzi-e magát a bőrében, és ezzel én így vagyok, abban rengeteget számít, hogy kik vannak körülötte, és hogy milyen közeg veszi körül. Tehát nem elszigetelten él az ember ugye egy vákuumban, hanem ez rettentő fontos. Tényleg a lényeghez tartozik, a jó érzésednek a lényegéhez tartozik, az enyémhez minden esetre igen, hogy hol élek és mit csinálok. Legalább így megmérettetésre került a környezeted ezzel. Igen, de ha azt akarnád ki... passzírozni egy kicsit belőlem, hogy ítélkezem a környezetemről, nem. Nem. De tehát egy kicsikét levizsgáztak, na Imre, akkor magunk között. Azt mondhatom, igen, levizsgáztak. Igen, nem találtuk meg a hangot, és igenis ezért szerintem felelősség terhel sokakat. Téged is. Engem is. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos szempontból álszent emberekkel voltál körülvéve, mert nem, te is álszent voltál? Nem, nagyon-nagyon. Én bizonyára ilyenkor azt szokták mondani, hogy az ember nagyon szerencsés, meg hát a jó Isten is úgy akarta. Nagyon tehetséges, brilliáns emberekkel hozott össze engem az élet. És én csak azt hiszem, és ebben, ha úgy tetszik, vádolom őket, hogy nem gondolják, mondanak át, de bét nem. Tehát nem, ezek a végig nem gondolt gondolatok esete, az én életemben újra meg újra előjön. Szóval persze, csináljuk meg azt a riportfilmet, persze, beszéljünk arról, hogy homoszexuálisok is vannak a világon, mindig voltak, mindig lesznek, igazából mindig egy viszonylag szűk, eléggé specifikus kis állatfajtáról van szó, nem fogja átvenni a hatalmat a földön, stb. És utána lépjünk tovább, és mindenki csinálja azt, amiért életben van, és életben akar maradni, és amiért élni érdemes az élete. És mi okoz neked gondot valójában? Én abban valóban öntött vas ember lettem, és nem acélos. Ebben nem ismerek
tréfát, hogy és ebbe belerepedhet az ember, tényleg ebbe széttörhet az élet. Bele is repedtél. Hát egy kicsit igen. De... Kicsit nem lehet, Péter. Dehogy nem. Kicsit. Uh-huh. De nagyon. Hát széttörve nincsen. Széttörve nincs, de viszont te nagyot repedtél. Uh-huh. Ez így igaz. Ez így igaz, viszont azt ahhoz, és ezt, itt folytatom a szavamat, hogy ahhoz ragaszkodom, és ebben akár törjön is bele az ember élete. Az ember élet nem, én ezt így hiszem, nem önmagában érték. Az élni érdemes élet az érték. Tehát én akkor szeretnék élni és dolgozni, és úgy és ott, ahol annak értelme van. Ha nincs értelme, akkor jogunk van. De ne haragudjál, Péter, amíg oda el nem jutsz, egy csomó iskolapénz szükséges kifizetni. Így van. De viszont, hogyha te abban a pillanatban rosszul mérlegeltél ezek szerint? Nem. Nem, ez olyasmi, erről az a véleményem, és ezt úgy érzem, hogy a társadalomban is van egy ilyen, hogy evolúció. Az emberek... Tehát, várjál, ez azt jelenti, hogy benned is volt egy evolúció, tehát olyan sok állarcot vittél. Nem, soha. Amióta... A homoszexualitásoddal kapcsolatosan, amikor, hát ez egy forráspont volt. Nem, akkor ezt most fontos tisztázni. Amint én tudtam, hogy homoszexuális vagyok, és azt is tudtam, hogy ennek mik a következményei. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen így viszonyulsz az emberi nemhez, és így van esélyed a boldogságra. Akkor? Onnantól fogva ezt mindenki, akit illetett, tudta. Tehát a családom, a szüleim, az akkori partnerem, párom. Na most itt már sajnos egy kicsikét vissza kell pörgetni gyorsan ezt a fejlődés történetet. Csak mióta érzed ezt? Mert ez, és javíts ki, hogyha ez nem tipikus, de az én tapasztalatom szerint ezen mások is így vannak, hogy voltak éppen már gyermekkorában és kamaszkorában is vannak olyan érzései, vannak, álmai, elgondolása ez embernek, ami amikor arra utal. A tudatosulás. De amikor már azt is tudod, hogy az te megbizonyosodsz róla egyrészt. Ez mikor volt? 30-as éveim elején körülbelül, viszont, de ez gyorsan hozzá kell tegyem, hogy én, mint tudatos lény, azt is fel kellett, hogy mérjem, hogy miről van szó. Hogy ez most arról van szó, hogy ez egy késztetés, ami nagyon erős, ösztönös késztetés, amit jó, hogyha az ember elfolyt, visszafolyt, megpróbál visszafolytani, de nem lesz az jó neki, hogyha visszafolytja. Ezt is meg kellett érteni, hogy nem jó az, hogyha visszafolytod. Egy, kettő, hogy ezzel nincsen semmi baj, hogy ez teljesen rendben van, hogy ez egy gyönyörű dolog. Te így ünnepled voltak éppen a szépségét az ezt életnek. Abszolút értem, de viszont a 5 éve vállaltad be, vagy 4? Nem, voltak éppen jó tíz éve. Jó tíz éve. Mikor kezdtél lefelé menni a lejtőn? Én nem hiszem, én nem így élem. Lejtőn vagy? Nem. Nem, de ez egy eléggé... Szakmai szempontból? Szakmai szempontból ugye erre azt lehet válaszolni, hogy azt mondják kollégák, hogy hát a Radics kiírta magát a szakmából pillanatnyilag. Én meg azt mondom, hogy ha én ezzel kiírtam magam ebből a szakmából, abból ki is kellett, hogy írjam magam. Akkor köszönöm, nem kérek belőle. De akkor miért nem érzed jól magad a bőrödben? Azért, mert azt viszont, amit tenni szeretne az embernek, ahhoz partnereket azért kell találni, azt nem egy személyes játék, ugye? Másrészt viszont ahhoz források kellenek azért. Források nélkül, szövetségesek nélkül nem biztos, hogy teheted a dolgodat. Én nem tudom tenni, mert amit én szeretnék csinálni, és csinálom is, csak éppenséggel szövetségesek és források nélkül, pénz nélkül, írni dolgokat, filmezni dolgokat, ugye televíziózás, film, könyv, könyvkiadás, publikálás, hát ezek nem egy személyes dolgok. Azért érzed rosszul magad a bőrödben, mert nincsenek szövetségeseid? Az is fáj, de egy idő után azt hiszem megszokja az ember, én megszoktam, hogy jobb az, hogyha magam vágom le a hajamat, meg magam értem, mindent magam csinálok, mint hogyha valakit arra megkérnék, mert az több időbe telik elmagyarázni, mint megcsinálni. Tehát nem tudsz kérni. Tehát egyrészt